Az aktív fertőzöttek száma 4377 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 164 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Megyénkben 127 fő az igazolt fertőzöttek száma. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik. Ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. A vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, maszkot viseljünk az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, a szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további, a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését. A kormány célja, hogy a járvány elleni védekezés fenntartása mellett a magyar emberek egészségét és munkahelyét megvédje. Több mint 1 millió gyermek és szüleik számára kezdődött meg az új tanév. Az iskolákat külön járványügyi protokoll segíti abban, hogy minél hatékonyabb biztonsági intézkedéseket hozzanak a vírus ellen. A bejáratoknál készfertőtlenítőt kell kihelyezni. A távolságtartási szabályok betartása érdekében pedig törekedni kell a tanulók minél szellősebb elhelyezésére, és kerülni kell az osztályok keveredését, például a csengetési rend módosításával. Gondoskodni kell a rendszeres szellőztetésről, és többek között a padok, a sporteszközök, a mosdók folyamatos fertőtlenítéséről is.